A felkészülésben segítő eszköz, ráhangolódás is a kongresszusra, és a kongresszus szimbóluma, amivel jobban át lehet élni, már megimádkozni, felkészülni, és hát tiszteletet tenni az ősök előtt, akik miatt ma lehet kereszténység, a szentjeik, akiknek a nyomában járunk. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus egyik szimbóluma a kereszt, egy 3 méteres tölgyfa kereszt, egészen különleges jelentéseket hordoz magában. Legutóbb itt Újpesten az Egek királyné a templomban volt kiállítva, és most erről a keresztről, meg a jelentőségéről beszélgetek Koncse Ildikóval, az Esztergomi Keresztény Múzeumnak a vezetőjével. Köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm én is a nézőket. Ezt a keresztet még 2007-ben a Budapesti Város Misszióra készítették. Missziós kereszt volt akkor is, meg most is. Mit jelent az, hogy egy kereszt missziós? A misszió az egy küldetés. Az a küldetés ennek a keresztnek, hogy felhívja a figyelmet nem csak a méretén keresztül, hanem a tartalmi vonatkozásain keresztül a keresztény életre, a keresztény emberek élethivatására. Ez egy jelképes tárgy igazából. A tartalommal nem csak önmaga tölti meg az ő küldetését, azt a feladatot, amit betölt, hanem mindazok az emberek, akik a közelében járulnak, tevékenykednek, szentmisét tartanak, imádkoznak, vagy akár annak idején a budapesti városmisszió idején kiállításokat rendeznek, szabadtéri alkalmakon beszélgetnek egymással az emberek, megismerik a keresztény gondolkodást, a keresztény emberek életét, és ezzel talán közelebb kerülnek Istenhez. Templomokban, számos köztéren, otthonokban, mindenhol látni keresztet. Miért számít az, hogy most egy konkrét tárgyról, műemlékről, szent tárgyról van szó? Egy szimbólum akkor működik jól, hogyha ránézünk és rögtön tudjuk, hogy miről van szó. Tehát, hogy egy keresztre ránézünk, ha van rajta korpusz, tehát Jézus teste, ha nincs, akkor is tudjuk, hogy ez a keresztényeknek egy alapvető jelképe. Tudjuk azt, hogy egy szenvedésre utal, de egy életformára, egy világnézetre is, és akkor már nyelvtügyünk van, mert ugye már ránézünk erre a tárgyra, akkor tudunk róla már valamit, és hogyha kicsit közelebbről megnézzük, akkor ezen kereszt esetében például azt fogjuk látni, hogy nem csak egy fakereszt, hanem gyönyörű ötvös munka van rajta, egy csodálatos, azt szokták mondani, hogy életfává varázsolja ez a sok motívum, ami rajta van. A motívumok azok kicsit a középkort idézik meg, az ókereszténykort, egy picit a magyarok kereszténység előtti művészetét is, ezek bronz domborítások bevonják a kereszt mindkét szárát az előső oldalról, és ha még tovább közelítünk ehhez a tárgyhoz, akkor rengeteg apró kis kerek szelencét látunk rajta. Ez is egy érdekes dolog, a közepéből kiindulva középen van egy szent kereszt erekje. Ugye az erekje kultusz az a római katolikus egyházban egy nagyon fontos kapcsolódás az elhunyt személyekhez, azokhoz, akiket szentként vagy boldogként tisztelünk, őket életpéldának tartjuk, és az ő testmaradványaik egy-egy csont, ami bekerül egy ilyen szelencébe, és itt gyűjteményes formában most egyre több van rajta. Néhány darabbal indult, néhány magyar híres régi magyar szent erekéjével indult ez a történet, de most már nem tudom, 30 körül van az erekék száma a kereszten, tehát tényleg nagyon sok van rajta, sokfelé gondolkodhatunk, és minden egyes erekje, hogyha rátekintünk, az egy történetet hordoz. Egy keresztény ember hitvallását, amiről érdemes beszélni, érdemes elgondolkodni, rengeteg vonatkozását hozzáelérünk a történelemből, a életpéldákat, élethelyzeteket, földrajzi tájegységeket is megmutat. Tehát egy nagyon izgalmas felülettel van dolgunk. Ezt a nagyon-nagyon sűrű díszítést, amit lehet látni a kereszten, azt hiszem, hogy talán a leglátványosabb ez az ornamentika, tehát az, hogy tele van virágokkal, cirádákkal, és mondta ugye az életfát, ami szerintem nagyon különleges, mert hogy az életfa az alapvetően egy pogány szimbólum. Hát hogy kerül akkor egy keresztény szimbólumra? a pogány szimbólumokat, vagy a pogány hitvilágot a keresztények, azt szoktuk mondani, hogy megkeresztelték, tehát rengeteg dolgot átvettek, pont az érthetőség miatt, és kicsit áttalakítottak, újraformáltak, hiszen a keresztfa az is életté válik mi bennünk, akik éljük tovább Jézus életét, aki ugyan meghalt rajta, de új életre is kelt, tehát a mi gondolatvilágunkba ez teljesen jól összefügg. A középkorból is ismerünk nagyon sok olyan ábrázolást, ahol Jézus keresztfája kisarjad, új élet kell belőle, levelek születnek meg rajta. Itt most egy ötvös munkában látjuk ezt az élet újjászületését a keresztből. Pávát is látunk rajta, ami viszont hát nem egy hagyományos keresztény ábrázolás, ez pedig, ha jól tudom, akkor egy ilyen ókeresztény szimbólum. Miért páva, és mit jelent a páva? A páva egy különleges szimbólum, amit az ókeresztény kortól valóban már használunk. Egyáltalán a szimbólumok onnan indulnak ki, hogy van a tárgynak egy reális megjelenése. A pávának a legjellegzetesebb része a farktollai, amik gyönyörű színekben pompáznak, olyanok, mint a szivárvány az égen. És a szivárvány már az Ószövetség óta ember és Isten kapcsolatának, különleges szövetségének a szimbóluma. Gondoljunk arra, hogy Noé bárkája, amikor eléri újra a földet, és újra ugye partot érhetnek majd az emberek, akkor megjelenik az égen ez a szivárvány. És ez az Isten-ember kapcsolódás, ez sokszor megjelenik. A páva például ide be tud csatlakozni, aztán pedig azt mondják a húsáról, hogy sokkal lassabban megy tönkre, mint más húsfajták. Én ezt még nem próbáltam, eszembe nem jutna pávával táplálkozni, de a régiek ezt tudták, és így lett egy kicsit a romlatlan testnek, a romolhatatlan testnek, egy kicsit az örökkévalóságnak is a szimbóluma. És ez éppen a szentekkel is kapcsolatba kerülhet, hiszen tudunk csodákat szentek esetében, amikor a hús is romlatlanul megmarad, amikor kiemelik mondjuk a Szent Sírját egy boldoggávatás esetében oltárra emelik, ennek megvan a maga szertartás, és voltak már olyan esetek, amikor éppen megmarad a test. Tehát egy kicsit az örök életre is utal, a feltámadásra is utal, ezekre a különleges kegyelmekre, amit a különleges hittel megélt élet után egyes emberek jutalmul megkapnak. Ezért egy nagyon szép szimbólum mindenképpen. És illik ehhez a kereszthez. Ha már említette a szenteket, meg az erekéket az imént, nagyon sok olyan dolgot lehet hallani, hogy ezek az erekék, főleg ugye most ennek a keresztnek a közepén van Szent Kereszt erekje. Csontok, a Szent Keresztnél ugye egy pici fa, szálka, darabka, ebből annyi van, nem? Tehát hogy így lehetne azt gondolni, hogy egyrészt ez biztos, hogy az övé, hogyha szálkánként raknák össze a keresztet, amit a világ számos országában, számos városában van, akkor lehet, hogy egy erdőnyi összejönne belőle? Igen, a Szent Kereszt erekénél azért ott tényleg az a hit, az a remény, az a hitbéli bizonyosság az, ami iránymutató. A csontok esetében azért más a helyzet, mert például a magyar szentek erekjeinél, hogyha tudjuk, és történelmi vissza tudunk tekinteni a temetésre, tudták, hogy hol van eltemetve, és amikor szenté avatják, akkor hivatalos körülmények között, amint az előbb is említettem, kibontják a sírt, megtekintik, de ennek megvan a maga hivatalos eljárása, aztán lepecsételik a maradványokat, tanúsítványokat írnak róla, és minden alkalommal, hogyha hozzányúlnak egy erekéhez, a hivatalos eljárások során, akkor ez megtörténik, és csak akkor szabályos nyilván egy erekének a használata, hogyha bizonyítható, hogy a legutóbbi megnyitáskor is mondjuk jelen volt a helyileg illetékes főpásztor, a püspök, és az ő jelenlétében, az ő közreműködésében manipuláltak valamit, például vettek ki egy darabot az erekhetartóból. Ennél az erekhetartónál is az történt, hogy egy nagyobb csontdarabból, több esetben egy szilánkot kivágtak ellenőrzött körülmények között, egy tanúsítvánnyal ellátva, lepecsételt kapszulába helyezték el a missziós keresztre. Miért fontosak ezek az erekék? Az erekék azért fontosak, mert nem a tárgyi mi voltukban, nem azért, mert most hogy az éppen milyen csont és mit mutat, hanem hogy kire utal. és hogy bennünk mit indít fel az, hogy látjuk az elődök példáját. Azoknak a hitvalló szenteknek a példáját például, akik nagyon közel éltek hozzánk. Itt a legutóbb felhelyezett erekék, azok már 20. századi hitvallókat, mártírokat jelenítenek meg. Nagyon érdekes, hogy most már a legutóbb felhelyezett erekék, azok nem a legközismertebb régi szentjeink, hanem olyanok, akik megszenvedték például a kommunizmus időszakát, megszenvedték a vallási üldöztetés időszakát, a görögkatolikus szentek jellemzően ugye nem fogadták el azt, hogy őket betereljék az ortodox egyházba, ragaszkodtak a pápához, hülyek voltak hozzá, börtönbe vetették sokukat, és emiatt ugye, betegek lettek, vagy tényleg direkt módon kivégezték őket, és akkor már őket mártírnak tekintjük. A mártír automatikusan a mi gondolkodásunkban a szentek társaságába tartozik, hiszen ő a hitéért meghalt, az életét áldozta föl, és ez az a példaadás, amit a kereszt, amit Jézus ad, ezeknél az embereknél megvalósult. Most, hogyha mi ezekre tekintünk, ezekből az emberek, ezeknek az embereknek az életrajzát szeretjük elolvasni, mert jó látni azt, hogy tényleg vannak erős emberek, akik testben, lélekben kitartanak, fontos nekik a vallás, fontos az a közösség, amiért ők dolgoznak. És ezzel mi is erőt nyerünk, hogy mi a kisebb problémáinkat is talán meg tudjuk majd oldani, hogyha nagyobb helytállást is szemléljük. Osvári Csaba ötvös művészről beszéljünk még egy-két gondolatot. Hogyha mondjuk nem is ismeri valaki a nevét, azért is érdemes most megismernie, mert hát nem akárkiknek hozott ő létre különböző alkotásokat, tehát hogyha azt vesszük, Paskai Lászlónak is hozott létre, de küldött Ferenc pápának, Ratzinger bíborosnak, II. János pápának is, tehát nem akármilyen szinten művelte ő a keresztény művészetet. Igen, a 90-es évektől igazából a pályája kezdetétől rátalált arra, hogy az ötvös művészetét az egyházművészetnek szenteli, vagyis liturgikus tárgyakat hozott létre. Ezek olyan ihletésűek voltak, amelyek a középkorba, az ókeresztény korba vezetnek minket, de egy kicsit olyan magyarosnak is érezzük azáltal, hogy tarsolylemez motívumokat is vizsgált, ezeket újra használta, megkeresztelte a régi pogány motívumvilágot, és ezzel nagy népszerűségre tett szert. Tehát ezek tényleg nagyon érthető, nagyon professzionális kivitelű, jól használható kelyhek, úrmutatók, gyertyatartók, misekannák voltak, amiből sokat készített, mindegyik egyedi volt, de a stílusa, az egyéni stílusa az jól felismerhető. És így magasrangú egyházi személyek rendeltek tőle tárgyakat, mert ezek nem olcsók nyilván, mert hogyha nem mindegyik csak bronzból van, hanem ennek bizonyos részeinek, ahol a szentséggel érintkezik, ott aranyozottnak is kell lennie, de több tárgya ezüstből készült, valami olyan ötvözetből és olyan eljárással, ami hát nem egy olcsó műfaj, de az eredmény az tényleg tartós lesz, szép lesz, és így például a magyar egyház ajándéként ugye eljuttathatta a Szentszék irányába is, és múzeumokba bekerültek az ő darabjai. Különleges dolgokat is, például kapuszárnyakat is készített, mondjuk Csempeszkopácsra vagy Pátyra, az ott az egyik legutóbbi munkája, ahol ilyen nagyobb volumenbe is elő tudott állítani ötvös tárgyakat. Tehát akkor gondolom nem véletlen, hogy 2007-ben őt kérték fel, és hogy aztán nagyjából egy bő 10 évvel később pedig ez lett az egyik fő szimbóluma az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak. Igen, a helyzet az nagyon hasonló, ugye 2007-ben egy város missziója volt, tehát Budapest szeretett volna nyitni önmaga a saját kereszténysége és azok felé, akik mondjuk egy kicsit távolabb érezhetik még magukat, addig távolabb érezhették magukat a kereszténységtől, most pedig egy világrendezvény is. Azért is jó, mert hogy mi magyarok sokan ismertük már ezt a tárgyat, és örömmel vettük, hogy ez lesz az a tárgy, ami körbejár már az országban, mert nem volt egy egyszerű mutatvány, tehát ennek a technikáját is ki kellett találni, hogy hogyan lehet ezt csomagolni, szállítani, fölállítani, akár hetente változó új helyszíneken. Sőt, nem is csak Magyarország, hanem Kárpát-medence szerte járt körbe ez a kereszt. Így van, így van. Még Csehországba is eljutott, egyébként még ezen túlmutatva, és hívva, várva a keresztényeket erre az új, ugyancsak igazából missziós lelkületű rendezvényre. Hát még néhány városban lehet majd látni ezt a keresztet, néhány plébánián és helyi közösségben, és hát aztán majd ősszel az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson. Koncse Ildikó, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk erről a keresztről. Önöknek, kedves nézőim pedig köszönöm szépen, hogy most is velünk tartottak. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!